59-ben, akkor még ugye az volt a szokás, hogy a technikumi hallgatóknak nyáron termelési gyakorlatra kellett jönni. Én Pesten tanultam, és akkor ide jöttem Ármin Oknára. Itt volt ismeretség, és itt kezdtem, aztán itt is fejeztem be. Illetve Pordogon fejeztem be én meg aztán. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy az Ajkai bánya volt az első és az utolsó munkahelye. Hát, ja, ha úgy veszük, igen, az első, így van, akkor ide jártam gyakorlatra, akkor ment össze ez az akna. Az nem volt félelmetes esemény? Akkor már, akkor összement, mikor én ide jöttem nyáron, már ezt nem használták, de viszont a mély szinten volt egy szivattyúkamra, ahol olajkapcsolók voltak, én villamos ember vagyok, és oda volt egy 70 méter hosszú gurító, amin le kellett menni. És tudom, hogy biztos kifacsartam a lépcsőfokokból a vizet, mert ez volt az első műszakom. A Pápai Palival, aki futballista volt itt Csingerbe, ővele vittünk le oda olajat, az volt az első műszakom. Aztán, amikor végeztem az iskolában, akkor én Pardragón kezdtem, ott voltam művezető, és akkor, amikor összevonták a bányákat ezt az erőművel, összevontak bennünket, akkor behoztak a központba engemet dolgozni, energetikával, beruházás, sok mindennel foglalkoztam. Aztán, amikor Pardragra elmentek nyugdíjba az ott lévő szakemberek, akkor a Tamaga Ferinek mondtam, ő volt az igazgató, hogy hát én visszamennék Pardragra. És örült is neki, hogy örülök, hogy visszamész, úgyis vízüzem lesz Pardragról, és akkor te ott maradsz, viszed a vízüzemet. És akkor 97. szeptembere körül kiderült, hogy hát Pardragból nem lesz vízüzem. És akkor rögtön már megvolt a 25 év földalatti, ugye vár lehetett menni nyugdíjba, és akkor már mentem nyugdíjba azért, mert akkor 98. január 1-től még a Horn idejében 19,5%-os nyugdíjemelésbe belástam. És akkor mondtam, hát jó, hát fél év múlva meg elküldenek nyugdíjba, mert Pardrag bezárt, és akkor esetleg 1,5%-kal lesz több a nyugdíjam. Akkor el kell menni nyugdíjba. És aztán így mentem el 97. decemberében nyugdíjba. Fiatalon, 53 évesen. De nem szakadt meg a kapcsolata a bányával ezek szerint? Mert nem. Köszönt le éppen, mint egyesületi elnök. Hát, ugye azt ennek az a történet, hogy 2004 ugye az utolsó csille. Igen. És akkor, hát én mindig ilyen közéleti ember voltam, ugye politikai pályán dolgoztam én nagyon sokáig a Pardragon is, hogy hát mi lesz akkor a bányász ünnepekkel, hogyha bánya bezár. Az erőmű akkor már olyan nagyon immelámmal rendezte csak a bányásznapokat. És akkor a kollégákkal összejöttünk, jó, sajnos most már jó pára nem ének közöttük, mint a Lakat Lajos, Rózsa, Egyi Béla, akik bányamesterek voltak a Pardragon. Hogy hozzunk létre egy ilyen kollektívát. És akkor májusban, 2005 májusában összeültünk és létrehoztuk ezt a Pardragi Bányász Hagyományőrző Kör, hogy ennek miért a kör a neve, annak meg az a története, hogy én teljes generációs visszamenőleg is, ükapám is bányász volt, apai anyai ágon is tiszta bányász családból származom. Bányász dinasztia. Igen, és közülük nagyon sokan közéleti emberek voltak. Például a anyai nagyapám, aki nevelt, aztán már én nekem 45-ben választásokon megfázott apám. Hát csak úgy zárójelben mondom, ő alakította meg a bányászok között a kommunista pártot. És akkor 45 őszén megfázott és mellhárti gyulladásból meghalt. Rá 9 hónapra meg anyámat is elvesztettem. És így a
anyai nagyapámhoz kerültem, aki szintén bányász ember. Sokszor belegondolok, hogy ugye azt mondtuk, hogy 25 év föld alattival el lehet menni nyugdíjba. Öregapámnak 52 év munka viszonya volt. 63 éves volt, amikor elment nyugdíjba. Azért, hogy én tanulhassak. Tehát ledolgozott. És a polgármester úrnak szoktam mondani, hogy ha negyedszer is megválasztanak, akkor leközlök át öregapámat, mert ő Bódé bírája volt 934-től 46-ig. És akkor ugye a bírók tudja, hogy hogy volt, ugye most tiszteletdíjért dolgoznak, ő neki annyi volt, hogy lefeljebb kalapot emeltek a faluba, ha találkoztak vele, mert nem kapott érte semmit. Tehát ilyen közéleti családból származom. Lényeg az, és akkor az volt a szokás itt a bányászoknak, dalkör, olvasókör, iparis olvasókör, stb. Igen, és akkor én is mondtam a fiúknak, hogy hát itt nem klubot kell, meg egyesület, meg stb., hanem legyen ennek valami partinás neve, és így lett partnak bányászat. Mi volt a feladatuk, vagy miben fejtették ki a tevékenységüket? És akkor hát sok mindenbe vállalkoztunk, ilyenbe, hogy a bányász ünnepeket azt mindenképpen meg kell, akkor már a bolbáranap is beivódott a köztudatba, ugye, hogy nem csak szeptember első vasárnapján bányásznap, hanem borbálanap is. Ugye ezeket mindenképpen. Meg az a kollektíva, mert Padragon egy igen jó kollektíva volt, egy ilyen, tényleg a kultúrház mindig tömve volt, szozbrigádokkal, műszaki klubbal, ilyen klub. Tehát ott egy ilyen, és akkor, hogy ezt vigyük többen, és közben próbáljunk meg bizonyos dolgokat földeríteni a régi múltunkból. És akkor nekünk azért szerencsénk volt, mert a Kerekes Árpád, ugye az Padragon volt igazgató. Nem tudom, ismerted? Nem. Ugye, és aztán ő közben elkerült a Soproni Múzeumhoz, amikor itt az átszervezések voltak, és ő rendszeresen visszajárt közénk, és ő aztán oltott be bennünket, hogy miket kell megelemeníteni. Hát ugye több könyvet is írt, a Rittmüller Arminról, a Czekelius Günthernek a könyvét is ő írta meg. Tehát ő ezt a padragi bányász hagyományőrzőköt életbe tartotta, hogy hova menjünk. Sok esetben kirándulásokat is, az első a brembergi kirándulás volt, ahol elmentünk, az egy szép emlék. Tehát ez egy jó kollektíva volt. A másik meg, hogy a családi dolgaim miatt én bele is csöppentem abba, hogy bizonyos dolgokat meg kell nézni, mert már nem tudok róla. Szóval nekem soha nem említették azt, hogy ki volt apám, hogy a kommunista pártban, meg stb. Stb. Tehát ez egy ilyen tabu téma volt valahogy, de amikor én Padragra kerültem, a Forintos Lajos volt az igazgató, ott is ő apámmal dolgozott együtt 45. Ott is, ő is tudta, hogy ő ki. És amikor oda mentem, akkor kérdezte, az András fia vagy, az vagyok. Jó van, Andris, akkor te itt leszel nálunk, ide jössz dolgozni. Így kerültem Padragra, és aztán Andrásként is könyveztek engem ott be. Ugye Sándor vagyok hivatalosan, de van egy András nevelő testvérem is, aki már most nem él, de ő is bányánál dolgozott. És aztán 2-3 hónap után fölmentem a munkagyűre, és mondtam ott a hölgynek, hogy nem tudom, hogy Éva néni, nem lesz ebből baj, hogy itt a fizetésemet is úgy kaptam, hogy Braskó András. Már mondom, én nem András vagyok, én Sándor vagyok, de van egy, de hogy nem lesz ebből baj, azt mondja, hogy nem. Tehát, és itt Padragon mindenki úgy ismert engem, hogy Andris és Bandi. Nem is ismertek úgy, hogy Sándor. Soha. Pedig szép név, én soha. Is Sándor vagyok. Tehát ez egy kicsit arra is vitt nekem, hogy az őseim között kutassak. Hát többek között ugye, akiről beszélnek, nagyapám 13-ban a bányász szakszervezet alapító tagja volt. 13-ban alakult meg a bányász szakszervezet. Akkor adták ki a bányamunkást először, és akik előfizettek, azok szakszervezeti tagok lettek. Ami nem volt hivatalosan, mert 18-ban engedélyeztek csak a bejegyzést a bányász szakszervezetnek.
Tehát ott is. És akkor apámnak az egyik testvére, János, akit a Molnár Gábor könyvből nagyon sokan ismerhetnek, mert Gábor bácsinak egy jó barátja volt, együtt gyerekeskedtek, stb., meg később is. Ő is szakszervezeti ember volt. Őt aztán is üldözték innen Dajkáról, főment Csepelen, ott dolgozott, azt akkor onnan is a háború ellenes tevékenysége miatt elüldözték, akkor visszajött ide, itt is katonai bíróság elé akartak állítani, innen is meg kellett lépni. Tehát vannak ilyen családi dolgaim, amiket itt-ott olvasgattam, stb. Tehát ez el is vitt egy olyan irányba, hogy a régi dolgok irány. A másik meg, mindig azt szoktam mondani, hogy talán még valamelyik újságban is így jelent meg az ajkai szóba, hogy nekünk bányász embereknek az életünk egy darabja és lelkünk parányi része végérvényesen a föld alatt maradt, és ezt nem lehet kitörölni. Ez valahogy mindig úgy volt, mikor itt emlékszem rá, itt, hát ez ugye Csilla nem, de azt mondjuk, hogy az utolsó bánya Csilla, itt volt az ünnepség, meg stb., hogy kijön, hogy ezt valahogy ésszel fölfogtuk, hogy a bánya bezárt, már gazdaságilag ez meg az meg amúgy. De a szívünkben azért mindig egy kicsit bányát akartunk nyitni. Szóval ez egy olyan bányász kötődés, tradíció, ami egy kicsit más. Én emlékszem, olvastam róla, hogy évek valamikor a 70-es években kutatásokat végeztek a Felvidéken, egyetemisták, ilyen szociológusok, bányász között, stb., és akkor azt hozták, hogy bányász emberekkel beszélgetve az volt a legfontosabb mondani valójuk, hogy ők bányászok. Szóval ez a legnagyobb büszkeség. Ez egy létforma, nem is egy hivatás, hanem több is annál, egy más ember, ugye, a bányász. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a mai értékvesztett világunkban, mert én ezt annak tartom, Adival szólva minden egész eltörött most, legalábbis az én felfogásom szerint. Az a szolidaritás, barátság, ami ott lent kötődött közöttünk. Ugye olyan ember, aki haragos volt, stb., ezt nem küldték meg. Hát bányában nem volt ilyen, hogy valaki valamilyen nehéz helyzetbe került, akkor azon nem lehet segíteni. Bányász ember nem maradhat lenne a föld alatt, így vagy úgy ki kell jönni. Tehát ez a szolidaritás, ami volt, közösség iránti bizalom, az valahol mai világban nem érzem. Ezek már üres szavak, meg hát szolidaritás például nem tapasztalom mondjuk még a tanárok között sem. Igen, pedig, hát azt nem akarok belemenni. Nem menjünk hobbi politikára bele, de tényleg ez az életérzés, meg ez a szó is kezd kiüresedni sajnos. Nincs. Annak idején a lengyelek csináltak egy Szolidarność nevű mozgalmat, ennek ez volt a lényege, és nem csak a bányászok között, hanem egy társadalmi összefogás, de már ez sincs. Nincs. Ezt mindig elmondom ugyan. Persze, könnyen rám betődik az, hogy persze, hát én nagyon hosszú ideig politikai vezető voltam a bányán. Ez ilyenkor hátrány, ugye? Azért mondja, de nem persze, azért mondja, nem ezért, hanem mint ember mondja. Nem, ez valami más. Ugye azért mondom, hogy egy kicsit ezek mindig kötődnek. Ugye amikor azt mondjuk, hogy bányásznap szeptember, ma már nagyon sokan nem is tudják, hogy mihez kössük. Nem tudják már, hogy Tatabányai csendőr, stb. És mindig azt szoktam mondani, hogy az a Horthy rendszer, amelyik a mai politikai kurzusnak ilyen mintakép, hogy sok mindent másolnak róla, hát az elég sokszor belénk lövetett bányászokba. Igen, sok minden. Horthy abban kezdte, hogy azt mondta, majd ha bányászok amerikáznak, akkor majd én megfékezem. Ez volt a beiktatási beszéd. Jó, ez félretéve. Tehát ez persze, hogy ilyen dolgok, sincs, így van, hogy motiváltak, hogy bizonyos dolgokba. A másik meg hát azt kezdtük érezni, és szerencsére Karcsival hát együtt is dolgoztam. Ő ugyan Jókönyv dolgozott én Pardagon, de amikor ezt a központba bekerültünk, ő és én is akkor együtt, és aztán a kötődésem Bódéhoz nekem nagyon erős.
ugye ott születtem, az összes generációm az ott. És hol jár technikumban? Én Pesten, Rüteg utcában, villamosipari. Igen, nem. Nem, villamos szakmában, hogy miért oda fenetes, tudja valahogy oda. Már ködbe visz. Igen. De aztán úgy a lelkem mélyén. És akkor nem is csak, hogy itt bányászkod, de helybeli születésű is, tehát a családja is gondolom. Persze, ez itt Csingerbe születettek, meg Bódén, meg stb. Ott. Tőzsgyökeres, igen, mondhatni. Igen, és aztán a Karcsivai jó viszonyban is voltunk, és amikor a bódéi hagyományőrzéssel ők is nekiálltak komolyan foglalkozni bódé, akkor azért itt összejöttünk, és ővelünk nagyon soros volt a kapcsolat a Pardegi Bányász hagyományőrzőkörnek. Nos, ez a kör aztán azzal, hogy fölkarolta az ilyen rendezvények szervezését, meg hát nagyon sok közös összejövetel rendezvény van Pardragon, ahol aztán az összes ajkai szervezeteket is mindig szoktuk hívni, közös vacsorázásra, stb. Szerencsére a városvezetés is mindig jött közöttünk. Akkor ez valahogy megerősödött, és elment a hírünk. És amikor a polgármester úr, a Schwarz lett a polgármester, abban az időben alakult meg a Magyarországi Bányász Települések Országos Szövetsége. És akkor ebben a polgármesterek voltak a tagok, de és akkor ő úgy döntött, hogy ő nem kíván ebben részt venni, hanem hát akkor már politikailag is együtt dolgoztam vele a szervezetben, mondta, hogy hát akkor elvállalom-e, és akkor én elvállaltam, és akkor én bekerültem a szövetség elnökségébe. 6 évig dolgoztam, aztán 11-ben, mikor besárgult egy kicsit az ország, akkor olyan fideszes polgármester és a többik lettek, akikvel én nem csak ezt úgy zárójelben mondom, nem akartam nagyon együtt tehát dolgozni. Felhígult a szervezet. Igen. Mondjuk ezt. Igen, aztán ma már nem is nagyon működik. És akkor én abban 6 évben az volt a szerencsém, hogy én végigjártam az országot, Rudabányától, Mecsek, Pécs, Komló, Oroszlány, szinte dolog mindenhol. Jártam, mindenhol megismertek, és aztán megismerték egy kicsit a szervezetem munkáját, a hagyomány, mert onnan azért sok mindent vittem, meg máshonnan ide hoztam. Hát az lett az eredménye aztán, hogy többek között a bányai, én pedig dolgozók szakszervezete, művészeti nívódíjjal ismert el a kör tevékenységét, meg az enyémet is, 2-szer is. Akkor most mondhatjuk, hogy a csúcson hagyta abba, vagy adta át a stafétabotot? Hát, abba nem hagyja, gondolom. Nem, ezt nem lehet abba hagyni. Ezt mosolyog a család is mindig. Névlegesen hogy, azért nem, új elnök lett. Hanem, nem névlegesen. Arról volt szó, hogy én azt éreztem, egy kicsit nekem sok volt már azért. Én Bányász Kulturális Egyesületben szakszervezetet most számoltam föl az idén. A nyugdíjas szakszervezetet. Covid miatt teljesen ellehetlenítünk, és ott azt is 20 évig vittem a Bányás nyugdíjas szakszervezetet is. És akkor 3 éve a problémák, amik itt a múzeumban jelentkeztek, a karcsival, stb. Ezt elég keményen szoktam hangot adni ennek, hogy ez így nem megy. Még annyira sem, hogy én mindig azt mondtam, hogy ha idején kijövök, akkor látom ezt a sok gépet, de nekem van kötődésem, én ezt érzem. Ezt mindig azt szoktam mondani, hogy ez olyan dolog, hogy a vallásos ember elmegy a templomba azért, hogy Istennel találkozzon. Mi meg följövünk ide, hogy a múltunkkal találkozzunk. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a múltunk nekünk a jelen. De nincs már bánya. Mi volt ez a probléma, amit említett 3 éve? Hát, hogy nem volt itt jelen az ember. Értem. Tehát itt egy fénykép nem volt arról, hogy néznek ki a bányászok. Hát ez szép skandinív gépek vannak, de aki ide jön, az itt, hát, ha kihoztam ide a gyerekeimet, én vagy valaki, akkor megmutatta, hogy ott van a nagyapád. Stb. Nem tudja, nem volt itt egy fénykép. Én azért nagyon kivoltam akadva. Most mi történt az utóbbi idő, ugye ő is jó, kinevezték. Hát egy kicsit ott, most vagyunk az előtérbe, ott már vannak fényképek. Annak idején a Zsuzsa, amikor én azt szoktam mondani, hogy lát, Sanyi,
három tancsicsaknak padragi fénykép is van egyik bányáról, de az még mindig nagyon kevés. És azért van, hogy azt szeretném itt is, meg a másik izében is tárlók legyenek, fényképek, dokumentumok kirakva. Múltkor följött ide Lukács Andrásné, aki a forrásnői karba is biztos Amerikáról hallott, és mondja, hogy hát ő emlékszik rá, hogy ki szokott jönni, hogy a dédapjának itt volt a fényképe. Hát igaz, Marika, valamikor volt, és ezeket mind eltűnt. Ez szép a kőzettár, én ezt elismerem. Ez egy ütővéd. De így van, az ember nincs jelen itt. És akkor a három évvel ez a polgármester azt mondta, hogy jó van, Sanyi, igazad van, bizonyos dolgokon változtatni kell, meg hát itt vannak most is problémák, ugye. Létrehozta a bányászati tanácsadó testületet, és ebbe belekerültek azok a hagyományőrző szervezetek, mert Marcona Feri Ajkán a bányász, Herendi Jóska Bódéről a bányász nyugdíjas szakszervezet elnöke, Horváth Karcsi, Orovec Edit a kultúrás egyesület. Legyen, és akkor mondjátok el a problémákat, amiben segítsek. Egy részét ti majd csináljátok, ti másik részétben pedig majd szervezetileg és egyéb támogat bennünket. És úgy is lett? És így is lett, ez azóta rendszeresen ül. És akkor azt mondtuk, a Karcsi a fiatalabb gyerek, ő legyen az elnök, stb. De aztán ugye tavaly eldöntöttük, hogy mégse úgy alakulnak itt a dolgok, ahogy kellene, ide kell egy vezető. Mert a Nagy Lajos miután meghalt szegény, azután ennek a múzeumnak nem volt vezetője, és ez meg is látszott itt a problémákon. És akkor azt mondta, hogy a polgármester, hogy jó van, Sanyi, akkor átvezette az elnöki teendőket. Tehát így rakják az ember rá, ezeket. Kulturális, bányász kulturális egyesület, szakszervezet, hagyományőrzőkör, bányászati tanácsadó testület, Csingervölgy, non-profit Kft., akkor a felügyelőbizottságba te is, Sanyi, beülsz, mert még... Hát, jó, hát ez lehet lakulni az emberekre, csak hát közel a 80-hoz én is azt mondtam, hogy nem az, hogy nem tudom csinálni. Hát ezt nem lehet abba hagyni. De bele kell vonni fiatalokat. És szerencsére Miklós együtt dolgoztam Padragon, jól ismerem őt, és láttam benne, hogy ő egy kicsit közélet felé is kezd hajulni, és akkor az mondtam is kell neki, hozzá, ugye? Igen, hogy te elvállalnád. Nem elég a lelkesedés, valami affinitás kell. Mert nem akkor, amikor elmegyek ebből az árnyékvilágból, akkor kell valakit keresni, akkor az az egyesület szétesik. Na, biztos. Persze, most is sokan mondták azt, amikor én előálltam ezzel, hogy Miklós egy át, hogyha hát ez így nem lesz jó, te utána lesz, dehogy nem. Miklóssal közösen nagy felni a feladathoz. Így van, és biztos vagyok benne. Ez egy jó csapat ilyen szempontból, és azért mondom, ezt elismerik. Három éve a Bakonyi Erőmű Ritmüller Ármin érdemrendet, vagy plakettot adományozott a hagyományőrzőkörnek. Az 50 éves város évfordulón megkaptam a város 50 éves évfordulára kitüntetést. Tehát akár személyileg veszem, akár úgy, hogy érzem ezt, hogy a városban támaszkodnak rám a többiek is, nagyon szívesen együtt dolgozunk, úgyhogy ez elismerés nekünk. Ez egy fontos dolog. Ez valóban úgy van, ezt mindig azt mondtam, nekünk a bánya az élet. Ezt a szakmát máshol nem lehet művelni. Hát csak ott. Úgyhogy ez egy fontos dolog. És köszönöm. Hát ameddig ebben az árnyékvilágban vagyunk, addig ezt megpróbáljuk. És azért még hadd mondjak valamit, hogy sajnos ez a Covid, ez bizonyos dolgokban visszavetett bennünket. Hosszú harc volt azért is, hogy a gyerekeket és az iskolákat valahogy itt Ajkán meg kell ismerkedni, hogy ez a szakma, ez a bánya hozta létre ezt a várost. Ha itt nincs bánya, akkor ez egy sáros porfészek maradt volna. És akkor ebbe is a polgármester ő partner volt, hogy tényleg pénzt adott, jöjjenek föl buszok, iskolás gyerekeket fölhoztunk ide, először ugyancsak egy-két órára, de 19-ben már eljutunk oda, hogy iskolák meghívtak bennünket,
és egy-két órát eltöltöttünk benne az iskolában. Nem minden iskola volt ebben partner, de nagyon sok volt. Olyan, hogy a Karcsival elmentünk, Karcsi elmondta a szakmai dolgokat, amit mikor alakult ez bánya, hogyan, stb. Én meg a bányász kultúra, hagyomány dolgokban, én ebben jól otthon vagyok. Én meg arról egy-egy órát elmondtam, és azt vettük észre, hogy a gyerekek erre vevők, és nagyon sok gyerek olyan volt, akiben akkor, hogy tényleg a nagyapám is mondta mindig, hogy bányász, ő is ott dolgozott, stb. És az egy fontos dolog volt, hogy ezt tovább tudjuk vinni. Kicsit tovább él a szellemiség a dolgnak. Ja. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm az érdeklődést.